2010-ben Szentendre is nyerte a Concerto 3 programban, amely során különös hangsúlyt fektetnek a fűtőmű területén és a lakótelepen történő fejlesztésekre, azok lakosságot érintő hatásaira. Több európai várossal közösen végzik a fejlesztéseket. Majd rendezni egy Concerto workshop, már korábban is volt több alkalom ilyen. A városunk az energiahatékonyság iránt nagy mértékben elkötelezett. Ugye tudjuk, zajlik az árvízvédelmi gátnak az építése, csatornázások, egyéb ilyen témákban zajlanak beruházások, és tudnánk, hogy egy projektben is benne vagyunk. Egyik volt a Szekorba, ami korábban már véget ért, ez a műemlékvédelem területén próbáltak energiahatékonyság intézkedéseket hozni. A másik a Concerto, ami évek óta zajlik német, spanyol és egyéb külföldi partnerekkel. A célja az, hogy egységesen mindenki a saját országában a lehető legújabb technológiákat innovatív módon használja fel annak érdekében, hogy elsősorban köz, de magánépületeket is hogyan és milyen módon lehet energiahatékonyan felújítani. Tehát homlokzatszigetelések, napelemeknek a beszerelése, földhőenergia, mindezeket annak érdekében, hogy az üvegházhatást a lehető legjobban csökkentsük. Ez elkötelezett egész Magyarország ez iránt, és a mostani pozitív papírban ez az uniónak a egyeztetési anyaga Magyarország felé, ebben is kiemelt prioritásként szerepel a klímavédelem. Mi ebben is, mi nagyon sok mindenben úgy gondolom az országban előre járunk a többi település előtt, hiszen ezt próbáljuk a lehető leghatékonyabban megvastani. A püspökmajori óvoda homlokzatát már szigetelték, de a beruházás még nem készült el. A közeljövőben napelemeket is felszerelnek az épület tetejére. Ez egy potenciális energiamegtakarítás jelent, hiszen a tető a legnagyobb felülete az épületnek, illetve a falak szigetelése igen komoly mértékben megtörtént. Tehát én azt gondolom, hogy egy 30%-os javulásra lehet legalább számítani, de természetesen ez függ attól, hogy van beszabályozva a fűtési rendszer, illetve hogy használják az óvodát. Ezért szeretnénk egy folyamatos monitoringot is csinálni a következő 2 évben. A változást már most lehet érezni, hiszen a beruházás elkészült. A tető egyébként egy zöld tetőt is bemutatóképpen készítettünk, tehát ezzel is mutatva az, hogy elindultunk egy zöld gazdaság, illetve egy fenntartható építés felé. Gyakorlatilag a téli időszakokban már jelentős javulást szeretnénk, hogy érzékelnének, de ugyanúgy a nyári időszakokban is, hiszen egy jelentős szigetelés került a tetőre, egy sokkal kellemesebb belső tér alakul ki a gyermekeknek. Ami speciális volt ebben a projektben, hogy újra hasznosított anyagokkal foglalkoztunk, tehát a hőszigetelések a homlokzaton újra hasznosított polisztirolból készültek. Külön érdekesség volt, hogy egy meglevő épület együtteshez kellett egy új attika falat is építenünk, az attika fal szigetelése pedig papírgranulátummal, tehát újra hasznosított papír hulladékból készült hőszigetelő szórt anyaggal készült, ami Magyarországon viszonylag új technológiának számít, és nagyon előnyös abból a szempontból, hogy ki tudja tölteni azokat a réseket, ami egyébként hőhítként keletkezne. Igazából nem sokkal drágább az újrahasznosított anyag, inkább ez egy gondolkodásmód. Ma az Európai Unióban ez a 3 elv, tehát hogy kevesebb építő, illetve újrahasznosított építőanyagot használjunk, kevesebb energiát, illetve kevesebb vizet használjunk fel. Ez egy általános elv, és ez a projekt is ezt mutatja tulajdonképpen meg. Én azt gondolom, hogy ez tervezési kérdés, döntési kérdés a költségek minimális különbséggel. Ami még fontos, hogy készítettünk és folyamatosan készítünk majd ilyen termoképeket is az épületről, tehát az igazán mutatni fogja még a laikusok számára is, hogy milyen javítás történt az épületem. A jövő évben jön a legnagyobb projekt, hangsúlyozta a polgármester. Ekkor kezdődik el ugyanis a lakások hőszigetelése és a távhőrendszer felújítása. Az önkormányzat hazai szakmai partnere a Concerto programban az EMI KHT. A Kőzúzó utcán épül fel az EMI építőipari tudásközpontja is a jövőben.